csöpe. Fürdőszoba ablakot csuktam be, és egy hatalmas tüzes gömb, nagy csattanás, és utána egy tüzes gömb közepi belőttem volna. És megállt bennem az ütő is. Erő, minden kiment belőlem. Ezt tapasztalták a szomszédok, amikor tegnap délután egy makói családi házba csapott a villám. Az épület tetején álló modern fém kémény vonzotta magához. Akkora hanggal járt, hogy az egész városban hallani lehetett félőt magasságában a hatalmas durranást. A szomszédok is nagyon megijedtek. Nagyon megijedtem. Amúgy nem félök, de most nagyon megijedtem. A fiam közben hazaírt. Robi csöngetött, a szomszédunk, ahol történt ez az eset, és akkor gyűjtem ki. Azt akkor Robi mondta, hogy mi van a szomszédunk. Szegénykém alig tudott beszélni. Senki sem sérült meg, és a Vekerle utcai ház is kívülről nézve szinte sértetlennek tűnik. A kéményen is csak egy kis pörkölés látszódik. 4 órakor érkezett a vihar Makóra, némi eső és egy kis jég, valamint cikázó villámok kíséretében. Egy másik szomszéd is szemtanúja volt az esetnek. Néztem az ablakon a jégesőt, és egy nagy durranást láttam, és előttem volt egy nagy rózsaszín felhő, és akkor megijedtem, és avval behúzódtam arrába, másik szobába, úgyhogy, de nagyon megijedtem, úgyhogy utána hallottam azért a szirénázást, akkor kijöttem ide, és akkor voltak itt a Zoli szomszédom, meg a tűzoltó autó. Úgy tudjuk, tűz nem volt, de a villanyvezetékek kiégtek a házban. A kiérkező tűzoltók áramtalanították az épületet, elzárták a gázvezetéket és hőkamerával átvizsgálták a falakat. Azt is megnézték, hogy statikailag mennyire viselte meg a házat a villámcsapás. Szerettük volna megkérdezni a ház tulajdonosát is, de őt nem találtuk otthon.